Jó reggel, Vietnám üdv a csatornán, sziasztok gyerekek, kiperjelentkezik a következő csodálat, és Farming Simulator videóval, és becsuktam az ablakot, mielőtt elkezdtem ezt a videót. Jó, gyerekek, egy csomó minden annyi ötletem van, hogy azt meg tudtok őrülni, meg fogtok őrülni. Figyeljetek, sorskártyahúzási nap van, sorskártyahúzási nap van, ugye? Sorskártyahúzási nap van. Az a sorskártyahúzási nap van? Hát mindegy. Én úgy emlékezem, hogy sorskártyahúzási nap van. Igen, sorskártyahúzási nap van, gyerekek, úgyhogy adjál neki, Sanyi. Figyeljetek! Nagyon sok dolgot kellene csinálnunk, hogy pörgessük meg ezt a részt, mert a keepernek nagyon sok dolga van. Várjál már, időbele pörgetés, közben csináljuk a dolgokat ezerrel, mert miéne. Figyeljetek, akkor a rumli van itt, hogy az már megvan, meg vagy őrülve. Megvan őrülve a keeper, annyi mindent kellene csinálni, úristen. Gyere, pótkocsi, mert nem kell lesz oda. Lecsatlakoztatjuk reggelig, akkor elmegyünk gyorsan a boardba. Mert csomó, jaj, annyi dolga van a keepernek, jaj, mennyi dolga. 8 óra, 7 óra, oké. Okay. 9 óráig belgettük az időt. Adjunk neki, gyerekek, megyünk a kristállal, mondjuk a kristál az jó lassú, lehet, hogy az MTZ-be kellett volna menni, de igazából a kristállal kellene menni. Egy csomó mindent kitaláltam, gyerekek, kitaláltam, hogy hogy fogunk meggazdagodni. A sorskártya nagyon el fogja dönteni igazából, hogy mi az, amit... Gyere nekem! Mi az, amit fogunk csinálni, meg hogy igazából hogy fog alakulni a történet. Viszont van egy eltökélt célom, gyerekek, van 13.561 pénzünk van. Rá fogunk feküdni a krumpli szerőgépre, ugye a krumpli szerőgépre. Emiatt a krumpli pörgetőt ott is fogom hagyni, de viszont a krumpli ültetőre szükségünk van. És valószínűleg, hogy fogunk venni már itt magot. Igaz, hogy van otthon egy zsák magom, de legyen bőven. Várjatok, egy dolgot álljál meg. Egy dolgot hadd kikapcsoljon ki, úgyhogy meg fogtok érte utálni, de várjál. A növényfejlődés, növényfejlődés miért lassú? Legyen gyors, növények elszáradása nem. Termény meg is. Mész, gyomok, automatikus ment, ez mi? Növények ez? Nem semmisítése. Letaposást kikapcsolom. És akkor így, bazen lassúra volt állva a növények növekedése. Ne legyen lassú, legyen gyors. Igen, a letaposást kikapcsolom. Mert nem akarok izét agyfaszt kapni, meg nagyon sokat akarok majd később főleg gépi munkásra dolgoztatni, hülyén csinálja, letapossa, másik föld, mellette lesz, azon megy át, minden. Nem lesz időm rá mindig figyelni, emiatt azt kikapcsoltam, de figyeljetek, akkora ötleteim vannak, hogy azt meg fogtok őrülni. Mindjárt fogom taglalni, mindjárt fogom taglalni, gyorsan menjünk gyorsan. Ez a gépen nem lehet gyorsan menni. A krumpli pörgetőt azt itt hagyom, valószínűleg el is adjuk, igazából nem is ér sokat. Veszünk magot, és akkor ezt meg is töltjük, ezt a krumpli ütetőgépet. Ez nem mag ugye, hanem ez trágya, ha jól sejtem, műtrágya. Úgyhogy akkor gyorsan veszünk meg ott, de tényleg nem, figyelj, ezt meg kell venni ízével együtt, úgyhogy össze kell szereznünk 30 ezer pénzt, jó gyerekek, 30 ezer pénzt. Figyelj, nagy zsákos magot is megvehetném, nem? Vagyis nem is, de, Big Mac, ez, 900-ért, figyelj, és akkor itt meg tudom tölteni, jó? Aztán majd egyszer, hogyha nagyon izéink burzsúak leszünk, akkor veszünk targoncát is, hol van? Oké, gyerekek. Meg is vagyunk, burgonyával meg vagyunk töltve, ültetünk, meg közben mást is fogunk csinálni, egy csomó mindent fogunk csinálni. Az a lényeg, legyen elültetve a föld, legyen műtrágyázva, és akkor utána mondom a szituációt, hogy mi az, ami lesz. Bár addig még várunk, ameddig sorskártya húzás lesz. Úgy rájöttünk ugye előző részben, meg igazából már filozgattam többször is ezen, hogy a krumpli nem olyan rossz. Nem olyan rossz a krumpli, viszont rettenetesen szar felszedni, azért meg kellene venni azt a krumpli szerőgépet, ugye? Azt a forsítet. Modolt, régi, frankó, érted, nem is olcsó, 30 ezerbe kerül, ráköltjük a dolgot, és de most jön a lényeg. Amíg növekszik, szépen okosan majd öttel pörgetjük az időt, amíg növekszik, addig azt fogjuk csinálni, hogy termelünk még egy kicsi fát. Ugye, hogy jöjjön össze 30 ezer, meg kell, hogy legyen. Utána azt csináljuk, srácok, hogy el fogjuk adni a földet. Letermeljük róla a fát, eladjuk a földet. Igazából ugye bántuk azt, hogy olyat nem fogunk csinálni, hogy megveszük a földet, learatjuk, és utána eladjuk. Viszont ez más. A fa, ugye, ez gyakorlatilag nem azt a trükköt csinálod, hogy mondjuk megveszük ezt a földet, learatjuk, utána eladjuk, ugyanannyi. A fánál más. Azért a fánál rengeteget kell vele dolgozni. De
tényleg az, várjátok, kultiválnom kellene. Nem nagyon merem rábízni egyébként gépi munkásra ezt, de mindenképpen majd kell azt csinálnunk, hogy gépi munkással is fogunk dolgoztatni. Emiatt olyan földet kellene vennünk, figyeljetek, ha azt ott felszántam, megint nem fogja tudni a gépi munkást csinálni, mert rettenetesen tagolt ott a patak, ott a szikla, ott a minden. Meg ráadásul rohadt messze van innen. Itt a közelbe kellene venni egy olyan földet, amelyik szerintünk jó lesz. A gyerekek kultiváljuk, mint az állat. Ugye időszakos szántás nincs, úgyhogy azzal nem kell vinkódnunk. Ez a vinkódás, ezt ismeritek ezt a szót? Ez szerintem lehet, hogy tipikus dalai szó, de lehet, hogy nem. Na, adjál neki, Sanyi. Itt jó szérű, megkezdjük. Figyeljetek. Rántjuk neki, tolatni az idejével. Tudsz valamit képet. Igen, ezt gyorsan lerántjuk, és megpróbáljuk elültetni addig, ameddig meg nem történik a soskártya húzás, hogy haladjunk. Főleg, hogyha esetleg gépet bukunk, vagy valami ilyesmi történik, akkor azért az legyen, hogy... hogy a kristált igazából tudjuk bukni, mert megcsináljuk vele a munkát, értitek? És akkor amíg növekszik... Úgy gyerekek, belehúzta ide is, nem baj, jó van. Ugye ez gyakorlatilag ezt a földet, ez úgy van fölépítve. Jó, hát baza, itt már... Itt már aztán vissza van minden számba. Gyerekek, a valószínű, hogy azt fogom csinálni egyébként ezzel a földdel, közben rájöttem, hogy ez a föld... Hú, annyi tervem van egyébként, mindig azt csinálom, hogy így a... Izékkor filózgatok, amikor így dolgozok ugye munkahelyen, meg így mit tudom én, kutyát sétáltatok, meg minden ilyen hülyeséget csinálok, akkor így mindig töröm az agyam, hogy mi az, amit lehetne csinálni. És rájöttem, hogy mi az, amit lehetne csinálni. Nagyon kicsi esélye lesz annak, hogy megkapjuk mi a TS telepet. Úgyhogy nekünk ki kell alakítanunk egy TS telepet. Konkrétan kell csinálnunk egy TS telepet. Mivel nagyon pici esélye van. Ha megkapjuk, akkor jó, mert akkor utána tudunk ott létezni. De iszonyatosan kicsi esélye lesz, gyerekek. Emiatt arra gondolt a Keeper, hogy kellene csinálni egy TS telepet, és ez a föld igazából ez nem olyan rossz, hogy el van kezdve. Azt kellene csinálni, hogy lebontani a kerítést, le kellene hengerelni a szántást, ugye, hogy ne, mert ugye vissza lehet alakítani gyakorlatilag a szántától földedet, hengerrel, normál földé, és gyakorlatilag akkor nem nő rajt soha semmi. És akkor csinálhatnánk sheltereket, kiképezhetnénk meg igazából mindenféle csuda jó dolgot, ezt még tovább kell húzni. Minden csuda jó dolgot ki tudnánk alakítani ezen a területen magunknak. Ja, egyébként amit múltkor szerencsékelkedtem, nem tudtam kimondani, az valami advanced vehicle, mármint ilyen jármű, dynamic mód, vagy nem is tudom mi, az nagyon jó, mivel amiatt van az, hogy ugye el tud süllyedni például a jármű. Nagyon szeretjük. Mit akartam mondani? Igen. És akkor gyakorlatilag ez a terület, ugye a kettes terület, ez lenne maga, megcsinálnánk úgy, hogy faltól fel kerítés, szépen ki lenne, shelterek lennének, és akkor itt tarolnánk a gépeinket, és akkor innen bővítenénk a területeinket. Itt vennénk meg mellette a következőt, és akkor lenne itt egy telephely. Mit tudom én, amikor már több pénzünk van itt esetleg, azt a sheltert azt le tudnánk cserélni, igaz, hogy pénz bekerül, de akkor igazából már mindegy, amikor már van pénzünk bőven, mert tényleg egy olyan helyet kellene kialakítani, ahol tudom tárolni normálisan a gépeimet. Mert ez a kicsi telephely már ez nem alkalmas rá. Az a pici garázs, ami ott létezik, az meg ugye annyira pici, hogy egyszerűen nem lehet bejárni. No, ezekkel a kicsi gépekkel is már kényszenvedés, nagyobb gépekkel abszolút nem fogsz tudni bejárni. Tudjátok, ez a kis beton valami. Akkor csinálnánk egy olyan részt, ahol gyakorlatilag építkeznénk. Igaz, hogy az is pénzbe kerülne, ugye mivel shelterek pénzbe kerülnek, a kerítés pénzbe kerül, tudom én, akármicsoda pénzbe kerül, de tényleg itt kialakítanánk. Az akkor következne be, hogyha legalább még 2-3 földünk van. Mert ezt igazából akkor már nem nagyon érdemes megmunkálni, mert nem tudom, gépi munkással se ilyen nagyon keszek, 20-al néz ki, tudom én, tele van tuskóval, meg nem jó, ez egy nem jó terület, ez egy telephelynek lenne jó. Le kéne hengerelni az egészet, akkor nem lenne ez a felnőtt fűsebb, meg semmi, és akkor szépen kialakíthatnánk normálisan.
Gyerekek, le is kellene gyorsan műtrágyáznom. A ízét azt behagytam, természetesen trágyázni kell, gyomírkózni kell, vagy kapálni, vagy gyomlálni. És kell meszezni is mindenképpen, szóval ezek mindenképp szükségeltetnek, ezek a dolgok. Annyit vettünk ki, hogy a letaposás módot és szántást ne legyen. Ez a kettő van gyerekek kivéve, remélem, hogy ez nem olyan nagy probléma. Időszakos szántást hadd ne csináljak, meg ez a letaposás mód, előbb-utóbb csak idegeskedni fogunk miatta, és igazából nem az lenne a cél, hogy idegeskedjük magunkat, hanem hogy normálisan tudjuk játszani. Főleg ugye a gépi munkástól félek, hogy egymás ugye átmenne a másik földre, amikor ezt csinálja, aztán ott végig letaposná. Itt értitek így például, hogyha ez is a föld, ez a miénk lenne, valószínűleg egyre több földünk lesz, egymás mellett lesznek a földek. Szopunk vele, mint a torkosborz, ne legyen az, hogy állandóan ezzel kell vinkortni, gyakorlatilag egy részen keresztül, hogy a munkást igazgatjuk, hogy ne olyan helyen menjen, ahol nem akarjuk mi. Nagyon kíváncsi vagyok arra, egyébként kommentet írjak a kezelrel, folyamatosan jönnek ezek a komment reagáló videók, nyugodtan kérdezzetek is bármit, amit akartok. Kipör megpróbál válaszolni, legalább hetente egyszer biztos, hogy lesz komment reagáló videó, és akkor az összes rész alatt, ami eddig összegyűlött, megnézzük a kommenteket, és be lesz olvasva mindenki, aki éppen kommentelt. Valószínűleg ezt a videót úgyis azok nézik, csak akik kommenteltek, nem fogja zavarni a többieket, viszont akik kommenteltek, azok meg tudják, kapják a választ normálisan, nem úgy, hogy odaírok pár szót, meg rakok rá egy szívecskét, hanem rendesen látják a reakciómat a facecam-es videóban, minden csoda jó dolog. Így fog ez zajlani. Jó, hát ezt mindjárt megkultiváltuk, valószínűleg elültetni nem fogjuk. Egyébként nem nagyon merem rá kiállítani ennek ezt a... Ezt is az a baj, hogy nem tudom nekiállítani a... ültetni a gépi munkást, pedig most már azért megmondom őszintén, már lehet, hogy azt csinálnám, mert azért van egy kis pénz magunk, meg akkor igazából ugye tudok addig más termelni, ugye el kell dönteni, amikor már van elég pénzed, hogy ugye az időpénz, most például, hogyha én neki tudnám ezt állítani, elültetni gépi munkással, igaz, hogy azért pénzt bukok rajta, de addig sokkal több pénzt termelek mondjuk az erdészettel, vagy más tudok csinálni. Úgyhogy a gépi munkás az nem csalás, mert meg nem olyan nagy pénz vesz, az egy tök jó megcsinált dolog, pénzbe kerül, viszont el tudod dönteni, hogy te és nem sajnálod azt a pénzt, akkor nincsen belőle semmi gond, gyerekek, ott hagytam egy kicsi darabot, ott hagytam. És az a lényeg, amire beérik a krumpli, arra össze kellene szedni a krumpli szedő kombány, vagy mi a túrónak, a krumpli kitermelő egységnek az árát, és akkor ugye már tudnánk azt használni. Jó, szerintem teljesen mindegy, ha elültetjük utána, és meg tudjuk csinálni azt, hogy azt is, akkor is meg tudjuk csinálni azt, hogy megpermetezzük, ha úgy van. Vagyis megtrágyázzuk, szóval annyira most ez nem fontos. Hol van egy jó hátul vagy? Nem, az a permetezőt hagytam hátul. Hol van a idő? Sószóró. Hogy van? Jó van. Na gyereke. Egyébként tudnám azt csinálni. Nem tudnak meg mi értelme van. Már annyit kellene csinálnom egyébként, annak kitaláltam. Azt kitaláltam, hogy itt ezt. Lehet, hogy nyomok egy hát. Nem tudja? Nem a hálógépi munkás gyerekek. Érdekes, mert nem engedik. Lehet, hogy ezt nem tudja? És ez komolyan lehet, hogy ezt nem tudja, bazza. Érdekes. Mert hiába nem tudok hátni, miért nem tudok hátni? Ja, várja! A traktorra vagyok vádó. Nem értem ezt, na mindegy. Jó. És ugye nem kell már vödörrel szednünk, nem kell pörgetnünk, hanem baraha gyorsan ki tudjuk szedni. Az a lényeg, hogy a ízre pervetezni kellene, meg trágyázni kellene, mással nem kell foglalkoznunk. Úgyhogy tök jó lesz az. Hát úgy csinálom, hogy az egyik barázdába belegyer a kerék. Így. És megint egy csináljuk, majd lehúzzuk keresztbe, mert más nagyon nem tudunk csinálni. Így. Krumplit ütetünk, gyerekek, kicsiben nyomjuk, de egyébként azon gondolkoztam, hogyha ilyen kicsi területen is ilyen jó hozott a krumpli, akkor egy nagy területen valószínűleg, hogy epic jól fog hozni, de azzal annyi lesz a problémánk, gyerekek, hogy
nagyobb gépekkel, mindenképp kell egy izét vennem, egy teherautót, vifát, kamaszt, akármit, amivel tudom hordani, mert nagyon nagy a hozama. Igaz, hogy nem ér olyan sokat, de nagyon nagy a hozama, emiatt ugye baromi sokszor kellene fordulni kicsi pótkocsival, vagy nagy pótkocsi, dupla pótkocsi, nagy erősebb traktor, vagy valami. Valószínűleg erősebb traktor jobban megérni, mert ugye az erősebb traktor tudnám másra is használni, nem csak arra. Gyerekek, az a szituáció, hogy kártyát kell húznom, és nagyon félek tőle, mert most egész jól beindultunk, azt nem az legyen, hogy itt beszapunk, de hát muszáj gyerekek, mert ez így van. Nyomok előtte egy megkeverést, nehogy azt mondjátok, hogy összekevertük. És akkor nyomjuk neki a sorskártyát, szerencsekerék pörögjön! Váltó hiba! Ne! Jaj, ne! Váltó hiba van azon a gépen, amit éppen használsz, bármi legyen is, legyen az. Max sebesség 10%-ával mehetsz a rész végéig. Gyerekek, nem örülünk, bazzik, ennek a 10%-a tudjátok, mi 2,5. Hát akkor annyit tudok csinálni, figyelj, az nekem nem lesz jó. Hát mindenképpen be kell állítani ezt a gépet 2-re. De viszont ezt le kell raknom a francba, mert ezzel nem leszek jók. 2-be mehetek. Ó, váltóhiba! Jó, van igazából legalább nem nagyon sokat buktunk, csak az a nagy baj, hogy most az MTZ-vel le kell jönnöm, érted? Krumplit ütetni. Jó, hát ez a félreállag váltóhibás lett a dög. Ó, te fiú! A 10%-ával? Ki volt ez a ezt a kis, ezt a sorskártya? Ez valaki írta? Ez nem a saját ötletből, de én nagyon jónak tartottam. Hát most ez nagyon becumisztó, most képzeljétek el, hogyha véletlenül egy traktorunk van. Hú, meg hogyha véletlenül kifogod, amikor a krumplit szedsz ki, te Isten. Váltó hibás, jaj. Ez lehet, hogy nem 10%-ot kellett volna megadni, hanem 20-at. Hát ennek nem nagyon örülünk, de muszáj, gyerekek, oké, okay, félreálltam, mondjuk álljunk félre, még egy kis, menj odébb az, menj odébb. 2 km/h, nagyon jó. Oké, okay. És akkor azzal hozhatom az MTZ-t. Hozhatom az MTZ-t, nem baj, az legalább gyors. Azon gondolkodok, lehet, hogy itt hagyom a izét. Az egész hobbelebancot. Aztán akkor gyorsan oda dörgölök. Gyorsan, az tényleg gyorsan lesz. Adjunk neki, gyerekek, váltóhibás lett a izét. A krisztál, az Etol krisztál váltóhibás, nem tudom mit csinálni, mert ez van. Cumi van, gyerekek. Hoppa. Itt megpróbálunk elmenni erre. Jó lesz, ez semmi gond nincsen, azért erre mennem, mert a hidon át kéne mennem. Napraforgót, a szomszédét veretem le, mint a szart. Meg kell nézni majd milyen földet vegyünk ki, új gyerekek. Franc adjam meg ezt a sorskártyát, gyerekek. Egyébként nem is vagyok benne biztos, hogy meg kellett volna húzni, de hát mindegy, annyira nem is volt veszélyes, meg nem is volt... Jó, azért pénzt kaptunk volna, lehet mondtátok, hogy nem is kellett volna sorskártyát kapni. Nagy. De lehet, hogy szerintem ma volt sorskártyát, tegnap egész végig illetünk. Csináltuk a... tudod mit. Na jó, hát végül is ez meg az a baj, hogy nem tudom, hogy milyen gyorsan fogja vinni ezt a valamit. Hát még jó, hogy nem az MTZ-vel szívtuk meg, mert akkor aztán nem kellene falat rakni. Mert a krisztállal nem lehet. Ugye pont ez a fura benne, hogy csinálok olyan sorskártyák vannak, ugye, hogy éppen amelyik géppel dolgozol, éppen amelyik ezt csinálod, azt csinálod. Gyerekek, azért viszi ez baza. Nem gondoltam volna, jó lesz, gyorsan leveretjük. Meg lehet, hogy le is trágyázva, megnézzük mennyire van megtrágyázva. És akkor megyünk fát rakni. Össze kell szedni annyit, hogy a gépre elég legyen. 30 ezer össze kell, hogy jöjjön, tudod. Gyorsan. Ha pörgünk, mint a trágyaszóró, gyerekek, ez van. Ilyenkor még nem pörgetem az időt, majd ha elkezdünk fázni, akkor... Ja, és akkor igen. És, na, az a szituáció, akkor konkrét terv. Elültetjük ezt krumplival.
burgonyával. Lepermet, vagy le trágyázom. Utána elmegyünk, szedünk fán, összeszedünk annyit, hogy elég legyen a betakarítógépre. Utána addig letermeljük a fát arról a földről. Eladjuk azt a földet, meg eladjuk természetesen a fát. Abból tudunk venni, én arra gondoltam, hogy egy minél nagyobb földet, nem biztos, hogy itt a mellettünk lejövött, lehet, hogy a szembe lejövött, amekkorát tudunk venni a meglévő pénzünkből, akkorát veszünk. És akkor azon fogunk krumplit termelni, ott már valószínű, hogy gépi munkás is közre fog játszani. És akkor onnan fogjuk azt csinálni, hogy nagy üzembe termeljük a krumplit. Abból rengeteg pénzünk lesz. Folyamatosan cseréljük a gépparkot, az azt jelenti, hogy rábasteger, mindenféle csoda dolog. Egyre gyorsabbak leszünk, még több földet veszünk, és utána lesz egy kis meglepetés, hogy mit fogunk csinálni. Már kitaláltam egyébként, hogy miket fogunk megcsinálni, miből lenne nagyon sok pénzünk. Mert ugye nagyon sok pénz kell, 1 milliárd eurót azért el kellene az áros határidőn belül érni. Egyébként kitaláltam, melyik nóta illene ez a sorozat, hogy ez a, egy életen át kell játszani. És még azon is túl, hogy meglegyen az 1 milliárd euró. Szerintem, na jó van, jó, az pörgök ám. Néha olyan kevésnek tűnik ez az egy óra, olyan soknak tűnik egy óra valamikor, valamikor meg olyan kevésnek tűnik, nem? Mármint úgy értem, a valóságban valamikor mit tudom, kell várnod egy órát, egy rémálom, amikor meg így baromi gyorsan kellene csinálni mindenféle csoda dolgot, akkor meg ideje van. Akkor meg itt olyan lassú az egész. Nem tudom, miért nem csinálja a gépi munkás, nem értem. Én úgy emlékszem, hogy a H-val, de itt ez... És nem, bazeg, akkor ezek szerint a krumpli ültetés nem tud gépi munkással csináltatni. Ha jól értem, ugye? Kultizást valószínű, hogy... Bazeg, gép, nem tud... Miért nem tud? Nem tudsz vettetni? Én nem is emlékszem erre, hogy nem. Krumpli ültetés nem tud. Ha megnézzük a többi funkciót, az kiderül ám. Jó, már felében meg vagyunk. Szerintem még egy olyan 5 perc kb. Aztán végzünk az egésszel. Jó, közel, mert kivarad, jó, nem marad ki, oké. 5 perc végzünk az egésszel, nagyon gyorsan leszórom műtrágyával, az nem tart sem eddig. Ez meg remélem, hogy elég lesz ez a krumpli, aztán van még egy darab sákom, talán. Az a baj, hogy van a vetőbe, azt nem tudom, azt ki tudom engedni belőle. Ugye természetesen nem krumpli van benne, hát ha kiengedi, akkor vetőmag lesz belőle, és fel tudom használni krumpliként is, ilyen univerzális elvileg, nem? Bár ha kiengedem, akkor lehet, hogy már nem. Nem tudom, majd mindjárt meglátjuk. Lehet, hogy el kell volna hozni a homokrakodót. Jó, nem tudom, meg kell próbálni. Hát jó, 43%-on vagyunk, csak elég lesz. Már fele megvan, igaz, hogy hosszabbodnak a sorok ám. És 82-esre nyomjuk neki. Yeah. Ja, meg egy szélesebb krumpli ültető is kellene, ugye? De azért ez egy kicsit nyögvenyelős, főleg, hogyha nagyobb föld lesz, akkor ugye főleg nem tudok gépi munkásra, nem tudom miért nem tudok gépi munkásra krumplit ültetni. Lehet, hogy nem is lehet, igazából szerintem a büdös életben nem ültettem krumplit én ebbe a játékba, elmondom nektek. Pont Velven beszéltem egy ismerőssel, aztán is mondom, kérdeztem, a krumplit lehet taposni, tesó. Aztán mondta neki, megmondom őszintén, nem tudom, mert én nem is csináltam még, krumplit még nem is ültettem szinte. Pedig ő is játszik 8 éve értett farming szimulátort, de egyszerűen passz. Nem tudom. Ha mondjuk, akkor jó vagyunk. Ketten érünk semennyit, amint így tudás alapján. Tuskóra fölkapattam, hát muszáj volt gyerekek, oda nem. Azért így vágta ki ilyen ruszki módszerrel hülye. Ez nagy tuskó meg itt maradt. 32%, nem vagyok benne biztos, hogy elég lesz.
Mint hogyha a Jack még valahol lenne. Még lehet, hogy belecsaptam már az elbevetőbe. Nem, mert azt ott töltöttem meg. Szerintem van egy Jack krumpli ütetnivaló. Van egy Jack ütetnivaló krumpli szerintem, gyerekek. Ha jól emlékszem. Micsoda kockásing, apám? Ez ilyen... Elmondom nektek, ez a kockásing most nagyon retrónak tűnik abban a traktorban. Múltkor küldött Instagramra egy srác, arról beszéltem ugye, hogy milyen pótkocsiba ülni. Azt ő küldött egy videót, amiben a pótkocsin úgy ül, ahogy vagyis kapaszkodik, ahogy én, és a traktor nézi, annyira, bazán, annyira hangulatos az a perspektíva, meg annyira ismerős volt, tök durva. Gyerekek. Jó, hát azért lesz egy kis krumpli, a más nem. Figyeljetek, a krumpliból, hogyha jól számoltam, ugye legalább 3 pótkocsi lejött. Az mennyi? Az 15 000, ha jól emlékszem, 15 000 körül. Figyelj, 15 000, és nem is tudom mennyibe került. Már milyen, hogy gyorsan megnézem, azt akkor már mindjárt egy kicsit közelebb állunk a információhoz. 371, 15 000 lejjebb. 10 000, az már 3700, akkor magyarul legalább olyan 5000, több mint 5000 jön ki egy a krumpliból, ugye? A szójából mennyi jött ki? 2000? 2000, ugye? Krumpliból 5000, érted? Azért vágod, hogy ez nem olyan rossz üzlet lesz. Belefogunk a krumpli üzletbe. Ki kell találni okosan, hogy melyik a legjobb egyébként. Én nem is gondoltam volna, hogy a krumpli jó. Egyébként a krumpliban az a nagy baj, hogy a logisztika, ugye? Rengeteg van belőle. És ez talán ez a egy baj van benne, hogy rengeteg van belőle. Hát meg a másik, hogy ugye sokkal körülményesebb a ültetés, betakarítás. Egy ilyen marha nagy vetővel, főleg, hogyha már sok pénzed van, akkor lehet, hogy már érdemesebb nagy földön nyomni a szóját, meg ilyeneket. Mert van mit tudom én, akkora vetőgépet, hogy a félföldet lefogja. Krumpli ültetéből meg nincs akkora, nem tudsz úgy ültetni krumplit, hogy ilyen horribilis nagy méretű legyen. Úgyhogy ezek lehet, hogy olyan, ha már nagy földjeid vannak, akkor lehet, hogy már érdemesebb nagy gépekkel, mit tudom én, olyan terményeket gyártani, amelyik nem a krumplina. Na várj, megnézem, hogy hol van ide. Hoppá, bazza, miért ugrott a beleesek a kutba. Itt volt egy zsák, nem? Hát használtad már a zsákot, hülye gyerek? Olyan, oda nincsen. Nem volt nekem üzeim, sehol. Öcsém, nincs krumplim. Vetőben van, de hát azt nem tudom beengedni, ugye? Ó, te fiú, a lord! Ne őrítsél meg. És akkor majd becsimiztunk már megint. És leengedem a vetőből, és azt nem fogom tudni felszedni. Meg már nem lesz jó nekem, akkor baj lesz. Meg egyetlen le tudom engedni a vetőbe? Ctrl-I-vel le lehet? Mindjárt meglátjuk, hogy lehet, ki lehet engedni? Nem lehet kiengedni belőle, nem? Nem, a szart nem. Jó van, oké. Okay. Bazza, így kirakja. Nem is tudtam, hogy így kirakja. Komolyan talán még soha nem csináltam. Mindig ugye volt dögive pénz van minden. Ó, hát akkor nincs semmi gond, gyerekek. Tök jó. Ezt meg közben... Ja, ezt így raktam, na jó. Akkor jobb az... Figyelj, kirakni zsákokba, vagyis... Ja, raklapokra. Akkor no problémo. Akkor jó. Akkor mázli van. Forduljuk be, vazek. Na jó. Ez jó. Ez jó. Ez jó. Sőt, még rá, de... Ja, mert az egyik az izé. Az ugye műtrágya. Egyik maga, másik műtrágya. Hopp! Ennyi volt! Várja! Várja! Szerintem nem raktam ki az összeset. Csak rányomtam, mi a gyerekek, bocsánatot kérek, de... Keeper az... Nem akarom elkapkodni, mert ne legyen, ne süljünk át abba, hogy szana szét vagyunk mindent, meg mindent elkapkodunk. De... Várja! Az ő. Nem, hát egy... What the fuck? Tűnt.
Hogy csak ennyi? Hát nem használtunk ennyit, öcsém. Krumplit máshogy méri, vagy ezt már nem tudom elhívni bazzak. Jó, ezzel nem fogom tudni lehúzni az egész. Most ezt most ugye elvesztettem a fonalat, hogy miért. Hát nem, elhasználtunk annyit gyerekek, ne örítsetek meg. Érdekes, marha érdekes. Nem teljesen látom át a szituációt. Közben fordult egyet az agyamám. Lehet, hogy itt meghagyjuk, mert nem éri meg elmenni érte. Lehet, hogy meghagyjuk, gyerekek. Lehet, hogy meghagyjuk. Nem ér, ezt nem értem, ezt nem értem. Mondjuk jó lenne, meg... Egyébként egy portkocsira való magot kéne hozni, azt akkor nem lenne gondunk, nem? Csak nem akarok rá költeni. Ezt nem értem, hogy elhasználtuk. Nem használtam el annyi szóját. Inkább ezeket a kis részeket majd, és akkor azt nem fogom, azt nem fogom erőltetni, gyerekek, nem fogom. Nem, meghagyjuk azt a csikot, mert nem megyünk, nem ér annyit, hogy elmenjünk most magért. Úgyis, hogyha kicsit összejövünk anyagilag, akkor kell hozni majd a raklapra valót. Szóval lesz. Maradban 2%. Nem, ezt most valahogy nem sikerült megértenem, hogy mi történt ezzel a maggal. Hogy miért csak ennyit kijártunk ki belőle, vagy mi történt. Hát többet nem pakolt ki, csak ilyen keveset. A másik oldal tüzé van. Hát én, hogy elhasználtuk ennyire? Jó van, én hiszek nektek, gyerekek. És ha azt mondjátok, elhasználtok, akkor elhasználtok. Jó, az ízés elfogyott, több műtrágya is érdekes. Mindjárt megnézem, mennyire volt trágyázva. Semennyire. Jó, mindjárt meg lesz. És nem írja ugye, hogy igényel meszezést. Azért, mert nem igényel. Ugye azt csak akkor írja, hogyha tényleg kell neki. Úgyhogy arról meg annyit. Szóval azzal nem kell foglalkoznunk jelenleg. Ugye alapban ugye azt nem írja, hogy hány százalék, hanem vagy igényli, vagy nem igényli. És ez nincs kikapcsolva természetesen, hanem az megy, szóval azzal nincsen semmi trükközés. Egyedül az időszakos szántással, amit kikapcsoltam, mert nem akarok megvadulni azzal. Szántás azért egy rémálom kategória farming szimulátorban. Visszajárom itt a földet. Jó, meg lesz trágyázva, és akkor pörgetjük az időt, nőjön nyugodtan, mi meg szépen, de a TS-telep azért nem rosszabb. TS-telepen még egy földet is tudsz kialakítani, ha akarsz, mert középen van egy ilyen nagy atalmas plac. De nem az lenne a cél a TS-telepvel, hogyha egyszer lenne annyi szerencsénk, hogy megkapnánk, hanem az lenne ugye, hogy ott be tudnánk rendezkedni, de valószínű, hogy nem nagyon-nagyon kicsi esély van rá, hogy meg fogjuk kapni, ezért mindenképp ki kellene lakítanunk nekünk egy TS telepet. Jó, el lesz izőve. Meg van trágyázva, valószínű még egyszer trágyázni kell, ott van egyébként a növényvédőszer is,
Azt is valószínű, hogy kell majd csinálnunk. Ugye, hogy ne gyomosodjunk. Azt amint fölveri majd a gyom, akkor azt meg is fogom csinálni, egyelőre még nem. Jó. Mondjuk, fogjuk rá. Itt hagyjuk ezt a időt. Felszerelésünket. És akkor megyünk vissza fát szedni, akármennyit is hogy tudjunk csinálni. És pörgessük az időt akkor, gyerekek, pörgetjük, jó? Na, egyébként úgy be vagyok sózva, mint az állat, úgyhogy azért is pörgök, mint a trágyaszóró. Mármint azért, szó szerint, mint az idő, mint trágyaszóró, mi? Tényleg nagyon be vagyok sózva, mert szeretném elérni azokat a dolgokat. Most van egy csomó cél, amiket így kitűztünk magunk elé, és azokat tök gyorsan, gyorsan szeretném elérni, hát remélem, hogy valamennyire gyorsan fogjuk, nem tudom, hogy mennyire gyorsan fogjuk, de azért jó lenne, hogyha menne, jó lenne, ha menne, ugye? Azért is le kellene termelnünk az erdőt, mert az erdő letermeléséből lenne meg ugye a krumplicedőnek az ára, és amikor letermeltük az erdőt, akkor lenne jó érdemes eladni a fát. Vágod, vágod. Hopp, ez itt a nagy fűben nem látszik, bazen ennek a szalagkorlátnak a vége. Igen, ez így kellene, jó lenne, így épülne fel a dolog. Na gyerekek, akkor hogy legyen? Mit kellene öntenünk? Okosba kéne csinálni megint. Ugye beállok oda. Először is. Meg jó lenne, hogyha nem az úton rakodnánk. Az egy jó dolog lenne. Ugye ide beállok. És akkor ide mellé döntöm, és a kapásból föl tudom rakni. Gyerekek, nagyon pörgünk, valahogy nagyon ráállt most az agyam. Arra, hogy mit kellene csinálni. Okay. Nos, kacok, akkor döntünk. Azt a 3-4 fát kidöntjük, utána megyünk följebb. Egyébként nem olyan túl sok fa. Én mondom őszintén, örülök neki, ha még 2 darab... 2 darabbal tudok csinálni. Szépen kéne dönteni, arra merek el. Hiszem tökéletes volt. Nem is baj, ha rádöntjük a kocsira, mert akkor könnyebben alá tudnék nyúlni. Nem döntöttem rá, hanem... Nem döntöttem rá, jó, nem volt ez olyan rossz. Tökéletes, kb. Ide akartam dönteni. Ja, az jó lenne jó, hogy könnyen alá tudnék nyúlni, de valószínűleg nem fogok könnyen alá nyúlni. Hú, most nagyon pörgök, bocs, most egyébként nincsen ilyen holt játék, meg ilyen nagyon mesélős dolog, de... nagy pörgésben vagyok rettenetesen. Fogja. Hogyha nem is fogja, de tartjuk. Hát jó, gyerekek, figyelj, nem olyan... ezt egyébként úgy gondoltam, hogy ez nehezebb. De azért nem, ne kapkodj, hogy ne kiabáljuk el, mert ma megint ide szívunk majd. Ó, jó, van, szívunk ki is, úgy látom, le is esik. Jó, kicsit vegyünk vissza, bazen. Nem kell annyi kávét meginnom szerintem. Szóval talán nem lehet, nehogy pörögnék, mint a trágyaszóró. De rá kell raknom. Normálisan meg kell fogni egy kicsit arrébb. Még egy kicsit arrébb, nem? Beleakadjon ott. Oké, gyerekek, jó lesz.
Ja, minél magasabbra emelem, annál jobban lötyög. Mivel hosszabb. Hosszabban van kinyúló idővel. De ennél muszáj valamennyire felemelni. Ilyenkor be ezek nem esik le, mi? Jó. Ennél, hát ennél jobban nem rakadtam volna ezt fel, az már biztos. Úgyhogy ez jó. Ezt sem állítom, megyek a... Ugye, már van a másik fok. Jaj, bazd, megkerültem a háromszor a traktort, basszus. Jó, de annyira nem kell kapkodnunk, mert még van idő. Na minél hamarabb kellene csinálni dolgokat, jaj, jaj. Gyerekek, ja, mondjuk hülyeség a villára rádöntenem, meg úgyse fog tudnám rádönteni. Azért az, most nem profizmus kell, hanem ott már szerencsénk rá. Oh yeah! Egyesen kell megfogni. Aha. Jó, belelököm az árokba, az jobb lesz. De arra lehet az a rohadt. Hely. Menjünk, talán nem esik le. Nem tudod hátrább dönteni ezt a világot, rémálom, komolyan. Annyira rossz. Puskóra nem menjünk. Pedig itt valahol van egy, nem? Leesik, leesik. Ú, te. Nyugtatok el ez a... Ez. Valak az gyerekek. Leesik. Próbálom, hogy csak a kicsit tolom alá. Ezt úgy fogom meg, de a szenvedés leesik. Ó, az egyre jobban megy, gyerekek. Egyébként az mind olyan, hogy gyakorlat kérdése van, mármint nagyon nem kell rászületni erre, hanem minél többet gyakorolod, már jobb. Figyeljetek, ezt a kettő fát még szerintem ki kellene. Okay. Itt, ezt a vegyük följebb mindenképp. Nem tudom, bazza, meg kellene nézni majd a krumplit, hogy nem-e gyomosodik. Akkor le kell majd váltatni, bár akkor már vigyünk fát is, nem? Na, már minek vigyünk fát, ha egyszer még nem, nincs tele. Na most már ilyen kis ilyen izé, ilyen multitasking megy, már több dolgot tudunk egyszerre csinálni. Úgyhogy ez egy tök jó dolog. Ne menjen, várjál meg. Gyerekek, komolyan mondom, ez a felvétel ezzel a villával, ez maga téboly. Hát ne, figyelj, hogyha nem akarsz agyhúgykövet kapni, te aki nézed, ez ne erőtest. Most köszönöm, ez egy halál. Megbillen, dől, erre dől, arra dől, leesik, amikor nem akarnád, már végén. Sietsz, akkor az a baj, lassú vagy, akkor az a baj. Oda essé be. Ó, gyerekek, bazze! Fú, de nagyon megy! Esküszöm, nagyon megy. Na még azt az utolsót elmonszoljuk ide. Azt akkor megyünk oda, és valószínűleg ugyanígy csinálom, hogy erre hordom. Ez így jó. Ez így egy jó taktics. Egyébként fölfele lehet, hogy jobb lenne. Mert akkor ugye könnyebben alá tudnék nyúlni. Úgyhogy ez egy kicsit így meggondolandó. Oké.
Nem baj, jó ez. Jó ez. Nem tudom, hány fánk van még. Ha jó, meg kéne rakni a kocsit közben, meg akkor dolgozgatom. Figyeljetek, itt hagyjuk. Ez a baj, hogy a kristál ugye kiesett a pixisből ebbe a részbe. Hát... sorskárti az sorskárti, gyerek, ezt szabályokat be kell tartani. Az utolsó föl nem veszne el, akkor is figyeljetek el, betartanám a szabályokat mindenképpen. Ez valahogy ez most egy ilyen presztízs értékű. Na, nem dőlsz oda-vissza? Megpróbáltam, de nem sikerült. Oda rá kéne raknom. Jó, leesett az utolsó pillanatban. Mondom, gyorsan rárakom, akkor talán alá tudok nyúlni, de nem sikerült. Nem baj. Az a baj, hogy nem a tövénél fog. Jó lenne, hogyha mutatná, hol van a tömegközéppontja ennek a vacaknak. Így elég nehéz eltalálnod, mert ugye nem középen kell megfognod, hanem a tömegközéppontját kell megtalálnod. Ugye inkább a tövé fele, de mégse olyannyira, mert azért az alja is, vagy a teteje is azért nehéz. Na bazza. Meggondoltam. Egyébként azon gondolkoztam, hogy kiszállok, nem lehet. Nem tudom, mint ezt meglökni, vagy valami. Nem számít ez neki. Legvégével fogja, érted. És megint rossz helyen fogtam meg. Megint dől. Majd megpróbálunk ráfordulni, mielőtt eldől. Ez egy kicsit túl a traktor fele lesz, tudtam. De mondom, majd megtolom. A gyerekek, négy fal, de gyönyörűen elrendezve. Egyre jobb. Egy kicsit meglökjük. Okay. Csodálatos, el kéne húzni egy kicsit, le kéne spanizni. Várj, belülről is lehet gondolom spanizni, ugye? Nem lehet? Nem olyan. Oké, vigyük. Akkor ugyanez a metódus, ez tök jó lenne. Ide leraknám keresztbe, és ugyanígy felpakolni. Meg kéne néznem, várjatok. Jó, nem gyomosodik, nő, de nem gyomosodik ugye ebben a stádiumban még. Szépen ugyanígy megyünk tovább. Egyébként elég szépen termeljük, szóval nincs semmi probléma. Hát egy izét össze kéne vakkantani. Ugye egy 30 ezret. Utána meg ugye eladjuk a földet, és akkor utána maradék. Maradékból veszünk egy földet, meg a krumplit is eladjuk, abból veszünk egy földet. Ez egy ilyen elég összetett folyamat lesz. És azért is sietek, hogy így szeretném már megvalósítani. Legalább dőlt volna rá. Ja, ó, elértünk ide a széléig, nézzétek, innen már csak ugye az útig van egy ilyen csík, szóval tényleg nem, abszolút nem sok. Bazen, milyen gyors, komolyan mondom, mert ezelőtti részben is te ezt mondogattam, de rohadtul büszke vagyok magunkra, hogy ennyire rohadt gyorsan tudjuk ezt csinálni. Tök jó, ügyesek vagyunk. Mert azért ez egy komplett szenvedés egyébként ezt csinálni, de úgy mégis azért megy. Ó, te. Ja, itt van baj, bazze. Még ráadásul lefele is, lefele is van. Na, most ott van egy rés alatta, ugye? Oda kéne bejátszani ezt a szart. Jó, és sikerül is, oda né. Hoppá! Kerékbe ne akadjon be, kocsiba ne akadjál be. Jó, pont e fért. Addig nem emelem magasra. Ó, hagyd, de gyönyörű. Annyira jó. Annyira jó. Annyira jól megy. Annyira tetszik az egész. Mindig meglepődök, hogy egész jól megy ahhoz képest, hogy azért nem vagyok egy virtuóza ennek. Mert nem olyan túl sokat szoktam csinálni.
Na, esélye. Jaj, de jó, jó. Oké, okay, jól esett le. Jöhet a következő. Figyelj, ez a kettő van vissza itt. Marhára nem sok van ám egyébként, elmondom neked, figyeld. Ez a kettő, és akkor... hol az út? Itt az út, figyeld. Azon kívül 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 darab fa, összesen 9 darab fa, ezen kívül a kettőn kívül, és le van termelve ez az erdő. Úgyhogy tök jól dolgoztunk, szerintem már hát bőven felét letermeltük, nem is tudom, ugye ezelőtt vittünk majd 9-et, meg most is már kivágtunk egy csomót. Úgyhogy lehet, hogy még erre, hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon küzdenénk, még erre a kocsira még fel is tudnánk lapátolni az összeset. Mondjuk lehet, hogy van benne nagy. Arra kíváncsi vagyok, hogy eladom így az erdőt, akkor ez itt soha nem lesz semmi, ugye? Mert nem fog újra nőni a fa, ugye? Nem úgy van, mint hogy a szántó lenne, mert nem fogják ugye megművelni, akkor ez egy ilyen szar lesz az egész. Majd később ugye valószínűleg azért meg fogjuk vásárolni, amikor egyben megveszik az erdőt, betelepíthetjük. Szóval ezeket érdemes majd csinálni. Gyerekek, ha hogy fövette? Ha hogy fövette? Hogy fövette a Keeper ezt a fát? Ebből itt van lehetősen. Mindjárt ránézzünk megint a földre, mert permetezni kell. Figyelj, permetezni kell, meg maximum még egyszer műtrágyázni, és akkor utána már ugye mindenképpen az aratás jön. Úgymond. Nem tudom, hogy a szárak tetejét el kell majd távolítani, de esélyes, vagy az a gép megcsinálja. Oda nézd, milyen szépen. Az milyen szépen. Hallod, ez az összes fát be tudjuk ide termelni. Komolyan mondom, a végén még azt mondom én. Komolyan mondom. Á! Beszarás, bazza, hogy mennyire sikeresen. Kezdem ilyen egyre motiváltnak érezni magam, hogy működnek a dolgok. Körülbelül meg lesz 30 ezer, ugye? Akkor leütöm a krumpit, azt eladom. Abból, hát kijön egy olyan 5000, meg a földet eladom, nem tudom, hogy mekkora értéke lesz, hogy zuhan-e az értéke, hogy erdőt levágod. Akkor abból lesz mondjuk, nem is tudom mennyi volt, 17000, akkor ugye lesz belőle minimum 20000. Ha 20000 lesz, abból már tudunk arra környéken menni talán valami területet. Úgyhogy ez a stájsz, gyerekek, ez a tactics most, ez a tactics. Szarhelyen fogta meg a Keeper, ugye? Hát azért hátha. Meg lejtős helyen vagyunk. Kicsit megindulunk, úgy. Akkor hátrébb dől, jó. Ugye, lejtős helyen vagyunk, nem valami jó ide föltolatni. Hopp, 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 hopp. Próbáljuk meg, mielőtt leesik. Jó, be kéne akasztani oda. Úgy, és akkor most vissza. Ennél rosszabb nem lehetett. Ennél rosszabb nem lehetett volna, mehetek át a túloldalra beemelni. Leesik, még az is jobb lett volna. Pont rámentem a tuskóra, de jó. Ejjaj. Becsipődött. A kettő villa közé. Próbáljuk kihúzni. Ó, jó van, oké. Jó van, de ezt lehet, hogy le kéne spanizmom, azt le kéne nyomnom, és akkor le kéne spanizmom, mert bajok lesznek itt. Ez a rohadt tuskó akkorára vannak hagyva, ki az, hogy oda nem akkorára van hagyva. Még azon is számoljak, hogy az is úgy mozgatja a gépet. Még menj odébb? Most le kellene spanírnom, gyerekek. Ugye nem ragadtad a gép. Nem tudom, melyik farmingban volt az, hogyha ilyen fogtad a rönket, akkor oda ragadt a gép. Na jó, odébb kéne megint bonszolnunk, és ugyanígy felszórni. Mert meg kellene nézni a földet egyébként. Hát ez nagyon csúfú van. Ez a kettő az elég csúfú van. Figyeljetek, így is jó lenne, hogyha ugye erre rönteném.
Az is tök jó lenne. De viszont nagyon nem tetszik az a, az a kettő. Ez valamit le kéne nyomnom, és le kéne spaniznom, vagy valami, nem? Ez borzalom. Hallod, már nem elég, hogy fölrakom, még zavar az is, hogyha rosszul van fölrakva, már mint ilyen csúnyán. Na majd mindjárt figyeld, azt csinálom, azt kioldom. Ho, figyelj, leesett. Beszarsz, jó van. Akkor jó van, akkor megoldódott. Na gyerekek, akkor le kéne arra döntenem, és akkor így is jó lenne. Hú, mennyi idő van? 50. Bazán, jó, jó haladunk. Elvetettünk, elültettünk. Letrágyáztunk. Kivágjuk már a fél erdőt. Hát már megint felét kivágtuk. 90 ugye összesen a másik oldal. Vagy ezen kívül 8 fa. És kivágtunk az elő eddig. 2, 4. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ez a 8. És még 8 van vissza. Tehát konkrétan fele van vissza. Mert ugye az útig van. Itt már elvileg nem tudom, ugye? Aha, itt már nem. Az úti, út a mögye. Tök jó meg van csinálva. Legalább látod, hogy meddig van a te területed. Ez nekem nagyon tetszik. Tetszetős. Na, piszkáljuk fel ezt valahogy. Pont rossz helyen a tuskó, persze. Ejjaj, magasabbra. Jaj, ne! Odébb! Éjjaj! Megoldódott, jó van. Kicsit szar volt, mert pont az a vas. A pótkocsinak a vas az szar helyen volt, amiben helyre is igazítottuk. Öcsé, pacsik a gyerekek. Jó, ezt betolatok ide. Igen, úgyis erre döntjük. Hát, baza, egy komplet erdőt letermelt a hülyeképer, hallott? Beszalsz nekem. Hú, ez nagy fa lehet. Igen, vastag a törzse, nem? Gyanús nekem. Ez nagy lesz. Az nagy fa, ezt te kell vágni. Három fele, vagy nem tudom, hány fele kell elvágnom. Ez megnyomja. Azt a betyár, beesett a idejébe. Beesett a vége a korba. Még ott van rajtam. Most már nincs. Na gyerekek, ez nehéz lesz. Szerintem ezt egy ilyen be kéne vágnom. Ó, gyerekek, mennyi idő van? Még van egy kis idő? Még van egy kis időnk. Ezt a fát még fölrakjuk, és akkor... Passze, következő... Mennyi? Nézzük meg. Ha gyomosodik... Ajja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 j
Ezt megpermetezzük. Várj, ezt nem használtam. Ujj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 
Akkor még annyit csinálunk, hogy ezt a fát felrakjuk. Következő rész elején a kristálna már meg tudom permetezni, esetleg rágyázni is akár. És akkor ez meg már nem kell elvinnem, érted? Következő részben ugye nincs sorskártya, szóval nem lesz olyan nagy gond. Tudjuk csinálni a dolgot. Hát a következő részben biztos, hogy meg kellene venni mindent már. Krumpli, új föld, minden. Úgyhogy, aki azt mondta, hogy nem haladunk, az elmehet a búsba. Mert haladunk. Az olyan magasra kell emelni, most gödörbe vagyok, vagy mi van? Mennyibe jó belülre vagy, nem tudom. Ide közepére akarsz jönni? Lesponizlak, mert itt össze-vissza állnak a dolgok. Nézzük meg, nézzünk rá. Ó, tökélt! Várjál! Jó, majd oda túloldalra kell dobni be. Jó lenne fölmenni az összes fa egyébként, abba bízok. Megmondom a frankót. Abba bízok, hogy az összes fa fölmenne. Ezt is evágom már, mert ez is marha nagy még. Meg nehéz ugye, nincsen súlya.
doktornak a hátulján. Na figyeld, már megint itt van egy üdé. Rovat. Tuskó. Nincs elég baj a Keepernek, meg még a tuskóval vinkódjon. Ó, engedd le. Basz. Komolyabb mondom, tiszta, ilyen... Ilyen, minek nevezik, ilyen artista vagy nem artista, hanem ilyen... Aki dobálja az, azokat a... Mind a bohóc, csak nem bohóc, mi a franc az? Tudod mi az? Ami a cirkuszban van meg a... Abba a cirkuszban van, oda figyelj, le kell nyomni, oda né. Leverem oda, bazzá, hogyha musza... Ne, nem mész le, menj le oda. Kicsit meghömbölgetem, úgy. Nem megy le. Túl vastag lehet. Aha, ja, hiszen le van. Jó van, helyén van. Akkor nincs olyan probléma. Gyerekek, van rajta nyak, van rajta. Ezt az egy fát még földöm, most a vékonyát, és akkor... ja, hát ezt a pár fát már csak elvisszük. Nincs ám olyan sok, nézzük meg. Ugye, hol a patak? Hú, azért még van, figyelj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, még mindig 8. Isten. Még mindig 8, valamit elnéztem. Még mindig 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. És abban van egy darab nagy. Hát akkor azt nem kell izélni, nem kell felszednünk még egyszerre. Ez egy fél rész egyébként. Egy fél rész alatt megvan, annyira nem veszélyesebb, srácok. Na higgyétek, innen ki kéne piszkálnom ezt, hogy menjünk oda jobb. Na, szar helyen vagyunk. Ezt érdekesebb fogtam meg. De úgy látom, hogy jó, mert a töve az húzza lefele. Úgy gyerekek, ez mazli. De most már, kiesett. Na, nézzünk rá. Oda akadj be. Akadj be. Úgy. Oké. Úgy. Opa, komolyan mondom, nem hiszem el magamat. Nem hiszem el magamat. Ennyire epik jól nem mehet ez. Ja, mennyit, még mennyi fél rá? De még bőven, nem? Ha mind nem is, de azért elég sok ráfér. Na gyerekek, viszont elbúcsúzom, mert nagyon-nagyon megy az idő, repül. Köszönöm szépen a figyelmet. Isten áldjon benneteket. Csácsomi csörtészta.